Gondoltam azok számára, akik szeretnék megtartani a Hua ünnepeit 2017-ben. Megpróbálom megosztani azt a naptárt, melyet mi követünk, és tisztában vagyok azzal, hogy számtalan verzió van. Mindenki eldönti magának, hogy melyik az, ami számára szimpatikus, melyik az, amelyiket ő követni fogja, vagy követni szeretné, illetve hogy a ruák merre vezérli, és melyik az, ami szerint a legmegfelelőbb neki. Én pontosan ezért osztom meg azt, amelyiket mi használunk. Akit érdekel a naptár története, annak ajánlom figyelmébe az ünnepek lejátszási listában található videókat, és akkor azokból kiderül nagyjából, hogy miért is ez a naptár, illetve hogyan is működik, és mi a története. Ezekben a videókban arra szeretnék csak fókuszálni, amilyen ünnepek közelegnek szeptemberben, illetve októberben. Kezdjük azzal, ami a legelső ünnepnap ebben a sorozatban, ez pedig ugye Yom Teruah, azaz a kürtzengés ünnepe, ami szeptember 20-án lesz 2017-ben. Szeptember 20-a a 7. hónap első napja a naptár szerint, és a teremtő naptára szerint, és ez a nap Yom Teruah, a kürtzengés ünnepe. Mindegyik ünnep ezek közül megtalálható egyébként 3. Mózes, Vaikra 23-as fejezetben. Meg fogjuk nézni azokat a verseket, amik érdekesek lehetnek a Yom Teruah, azaz a kürtzengés ünnepe szempontjából. Ez egy napos ünnep, és ez szeptember 20-án szerdán lesz. Kezdjük mindjárt azzal a verssel, ami leírja ezt az ünnepet magát, ez Vaikra 23, 24-es, 25-ös vers. S így szól, szólj Izrael fiaihoz, mondván, a 7. hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel, semmi robot a munkát ne végezzetek, tűzáldozata áldozatok Jehovának. Ugye ez a 7. hónap első napja, amiről szó volt szeptember 20-a, és ez a kürtzengés ünnepe, illetve ez szintén egy sabát ezzel együtt. Mivel a kürtnek szerepe van szinte mindegyik ünnepben, ugyanúgy, ahogy a heti sabát ünnepén szerepe lenne, amennyiben megértenénk azt, hogy mi is a funkciója ennek. Nézzük meg, hogy Bamidbar 10-es fejezet mit mond erről a kürtről. Csak azért, hogy legyen egy jobb rálátásunk arra, hogy mi is ezen ünnepeknek a jelentősége. És mit szól a Jahua Mosénak mondván? Csináltas magadnak két kürtöt, vertezésből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére és a táborok megindítására. Azaz két kürt az, amit parancsolt Jahua, hogy csináljanak a Izrael népe, az egyik az tábor összegyűjtésére, a másik pedig a tábor megindítására való. Yom Teruah a tábor összegyűjtését szimbolizálja. Minden egyes ünnepnek megvan a maga szerepe, és amikor megértjük azt, hogy ezek nem csak azért vannak, mert nem volt jobb dolga, vagy nekünk akart különböző nehézségeket támasztani, hanem mindegyik szimbolizálja a Mesiák működését, illetve ahogyan a proféciák követik egymást, különösen abban az időben, amikor mi élünk. Kezdve a Páskával, az első zsenge ünnepe, és utána kürtzengés, engesztelés, és maga a sátrak ünnepe. És mikor megfújják, azokat gyűjjön te hozzád az egész gyülekezet a gyülekezet sátorának nyílása elé. Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael ezreinek fejei, ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, akik napkelet felől táboroznak. Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, akik délfelől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.
Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, kürtöljetek, és ne fújjatok riadót. Úgyhogy az a kürtzengés, ami Yom Teruah, a hetedik hónap első napja, az a gyülekezet összegyűjtését szolgálja. 8-as vers így szól, a kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják, és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között. És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek Jahua előtt, a ti hatalmasságotok előtt is megszabadultok a ti ellenségeitektől. Én teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy nem élünk a Földön, és nem Izraelben élünk, azonban az nem azt jelenti, hogy ezeket a hagyományokat és ezeket az ünnepeket nem kell a legjobb tudásunk szerint betartani. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek kötelező ezzel egyetérteni, én azt mondom, hogy aki ezzel egyetért, halleluja, azok számára ezek mindenképpen hasznos információk. És nem véletlen az, hogy ez benne található a könyvben. Minden, ami benne van a könyvben, jelentősége kell, hogy legyen. Hogyha megértjük azt, hogy a teremtő próbál kommunikálni az ő teremtményeivel, azokkal, akik őt keresik, akkor minden szónak jelentősége kell, hogy legyen. Ha ő nem akarta volna, hogy ez benne legyen, akkor nem lenne benne. Ha az egész Tanák, az egész Ószövetség pusztán egy irodalmi mű lenne, akkor miért tartalmazza az írás? Nincs értelme azt gondolni, hogy ezek a dolgok benne vannak csak azért, hogy kijöjjön az 1000 oldal. Mindenki figyelmébe ajánlom a 10. verszakot, a ti vigasságotoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égő áldozataitokra, és a ti hála áldozataitokra, és lesznek néktek emlékeztetőül a ti hatalmasságotok előtt. Én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok. Ő azt szeretné, hogyha engedelmesen követnénk azokat az utasításokat, melyeket számunkra adott. Nem csak hogy követnénk, hanem ezeket gyakorolnánk, elsősorban persze kikutatnánk, kikeresnénk, megértenénk, és aztán a mi életünkbe bevonnánk. Nem látom, hogy miért probléma sokak számára, hogy a teremtő ünnepeit kikutassa és azokat kövesse. Ha valaki annyira szereti, amennyire a legtöbb ember mondja, miért probléma az, hogy ezeket megtartsa? Hogy megemlékezzen ugyanúgy, ahogy ő megemlékezik rólunk, amennyiben követjük. Hiszen azt mondja, hogy fújjátok meg a kürtöket, és lesznek néktek emlékeztetőül a ti hatalmasságotok előtt. Miért probléma az, ha valaki ezeket akarja követni? Miért probléma az, ha valaki úgy akar öltözni, úgy akar beszélni, úgy akar viselkedni, azokat az ünnepeket akarja tartani? Mindenki, aki azt mondja, hogy ezt az utat járja, annak ezt kellene elsősorban keresnie. Mi az, amit ő meghatározott? Nem mi az, amit mi gondolunk, vagy amit a keresztény egyház meghatározott, vagy főként a katolikus, ugye, aki mindenkinek meghatározta. Vagy mi az, amit a szomszéd kitalált, vagy a harmadik. Mi az, amit ő akar, a teremtő, merre szeretné, hogy menjünk. És akkor utána, ha elkezdünk járni ezen az úton, mindennek értelme lesz. Jelenések könyve, Hígalú 8-as fejezet így szól. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És látám azt a 7 angyalt, a 7 malakim, aki Elohim előtt áll, és adatik nékik 7 trombita. És jöve egy másik malak, és megáll az oltárnál arany töményezőt tartva, és adatik annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala. És felméne a tömjén füstje, a szentek, kadus, könyörgéseivel az angyal, a malák kezéből Elohim elébe.
Azután vevé az angyal a tömjénezőt, megtölti azt oltárnak tüzével, leveti a földre, és lőnek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulás. És a hét angyal, akinél a hét trombita vala, készül-e a trombitáláshoz. A trombita szimbolizálja a gyülekezést, illetve egy figyelmeztetést. Mindenféleképpen egy jel azoknak, akik értik, hogy miről is szól. Nem csak, hogy ez az ünnep, hanem az összes többi. Ha megnézzük magát a szót, Strong's H8643 Teruah. Melynek jelentése kiáltás, vagy kiáltozni, vagy egy jelzés, vagy figyelmeztetés, vagy valamilyen hang, vagy pedig egy fújás, egy fuvallat, illetve öröm. Ilyen értelemben használja az írás. Szóval jelzés, vagy pedig egy figyelmeztetés, kiáltás, valamilyen háborús felhívás, vagy háborús ordítás, vagy csata kiáltás, illetve figyelmeztetés, vagy pedig öröm. Maga a szó definíciója a Strong's szótárban egy, azt jelenti, hogy kiabálás, vagy valamiféle öröm, vagy pedig harci kiáltás. Különösképpen a trombitáknak a hangja. Valamilyen öröm, hangos zaj, kiáltozás, vagy örömteli hang. A héber káldeusi lexikonban pedig egy hangos zajt jelent, valamiféle nyüzsgést. Örömteli zajt, örömködést, vagy pedig csatakiáltást. Második jelentése pedig a trombitának a hangja. Hangot jelent, vagy valamiféle trombitának a hangját. Ha megnézzük a piktografikus elemeket, akkor látjuk azt, hogy egy ta, egy res, egy wa, egy ayin és egy he alkotja a terua szót. Megpróbáljuk összerakni ezt, akkor látjuk, hogy a ta az két keresztbe tett pálca vagy bot, ami egy jel vagy jelzés vagy aláírás vagy egy emlék. Legfőképpen egy jel. A res már volt szó korábban, egy fejet jelent, ami a gondolatait az embernek jelképezi, vagy pedig egy vezetőt. Ha megnézzük a bab jelet, akkor látjuk azt, hogy ez egy szeg. Erről is szó volt korábban, ami vagy egy kampót jelent, vagy egy szeget, ami biztosító kapcsot jelent, valaminek a biztosítását jelenti. Tovább haladunk, akkor az ayin az egy szem, ami a látást vagy a tudást jelképezi, illetve valamilyen látványt vagy vízió. Az utolsó pedig a hely, ami annyit tesz, mint látni valamit, vagy észlelni valamit, ezen kívül pedig egy jelenést, vagy valaminek a feltárását jelképezi. Ha megpróbáljuk összerakni ezt, mindenki úgy rakja össze, ahogy gondolja. Én bemutatom azt, amit én ki tudok ebből hozni. A trua szó annyit jelent, mint egy jelzés, vagy egy jel, ami az ember gondolatait biztosítja annak érdekében, hogy megértse vagy meglássa a kinyilatkoztatást. Erre nagyszerű példa az, ami Higaló 8-as fejezetben lezajlik. A hét angyal a hét trombitával megadja a jelzést, minden egyes angyal és minden egyes trombita szó megelőzi azokat a pusztítást, sokat, illetve azokat a problémákat, amelyek a Földet érni fogják. Ezért mondja azt, hogy a jelzés, amely a gondolatokat, illetve az embert, magát biztosítja annak érdekében, hogy megértse azt, ami maga a kijelentés. Meg kell érteni magát a jelentőségét
ennek az ünnepeknek is, mindennek, amit Yahuwah közölni szeretne velünk. Aki megérti ezt a jelet, az fel tud készülni arra, ami következik. Erről szól maga trua, azaz a trombita szó, a kürdzengés. Egy jelzés azoknak, akik értik. Én remélem és bízom benne, hogy a lázadás helyett egyre többen vannak azok, akik megpróbálják megérteni, hogy mi is az, ami, mi is az üzenet, mi is az, amit Yahuwah szeretne közölni velük, mire is valók az ő instrukciói. És ahelyett, hogy elutasítjuk egy az egyben, hogy ez ószövetség, nekünk ezt nem kell csinálni, ahelyett megpróbálnánk megérteni, hogy mi is az, amiért szeretné, hogy ezeket a dolgokat csináljuk, az sokkal fontosabb lenne. Ahelyett, hogy egyből elzárkózunk, és azt mondjuk, hogy ezt nekünk nem kell csinálni, ez átok, ez rabság, ez egy borzasztó dolog. Valamiért ő ezt kitalálta. Érdemesebb lenne megpróbálni megérteni azt, mint hogy elzárkózni tőle. A kürdzengés ünnepe egy nagyszerű példa. A kürdzengés, a gyülekező az utolsó nagy nap előtt. Ami a sátrak ünnepének a befejezése. Ez az utolsó nagy nap. Kürdzengés felkészít minket az engesztelés napjára. Az engesztelés az, amikor mindenki engesztelés nyer a bűneiért Yahuwahtól. És a sátrak ünnepe az, amikor mindazok, akik értették a kürt hangját, akik megértették a jelet, és engesztelést nyertek, együtt fognak ünnepelni a visszatérő báránya az ő lakodalmán. A Páska ünnepe jelképezi az év kezdetén a szövetséget. A kezdet kezdetén megvolt a szövetség, Jehusák másják halálával. Maga az első zsenge a vetés, amikor már az első termény megvolt, és elvetik a kürdzengés ünnepe, mikor betakarítja és összegyűjti azokat, akik megértették, engesztelés, mikor ezek az emberek a bűneikért engesztelést nyernek, és a sátrak ünnepe, mikor mindazok a kihívottak, akik úgy éltek és megértették, azok együtt ünnepelnek vele. A hét nap az ünnepek próbálnak egy pontra mutatni. Ugyanúgy, mint minden más az írásban. Kövesd az instrukciókat, és eljutsz hozzám a végén. Erről szólnak az ünnepek, ugyanúgy, hogy az összes többi dolog, az egész írás üzenete ehhez. Ki az, aki érti, és aki engedelmes, és az ott lesz a végén. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők a messiák, vagy Jézus Krisztus követői, azoknak szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy amennyiben mi követünk valakit, nem élhetünk másképp, nem tehetünk, gondolkodhatunk, vagy beszélhetünk másképp, mint az a személy vagy karakter, akit mi állítólag követünk. Különben nem követjük. A mintát csak akkor lehet követni, ha úgy cselekszünk, ahogyan ő cselekedett. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők követik a megváltót, úgy kell cselekedniük. Annak ellenére, hogy mi az, amit a világ mond, mi az, amit a legtöbb ember hisz, mi az, amit ez mond, vagy én gondolok, vagy én érzek. És amennyiben így gondolkodunk, és így élünk, akkor fogunk eljutni oda, ahova mindannyian szeretnénk, az pedig a királyság. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!